Tisztelt hölgyek és urak, kedves nézőink, jeleztük, hogy ma különleges vendégeket várunk a stúdióba, olyanokat, akiket önök nagyon jól ismerhetnek az RDI TV különböző műsoraiból, de akik már nem köszöntik nézőinket a TV képernyőiről, hiszen más kihívások elé néztek szakmai vagy éppen magánéleti szinten. Egykori műsorvezető társainkat kértük arra, hogy látogassanak el hozzánk, és elevenítsük fel közösen a nem olyan távoli, de annál kedvesebb múltat. Mennyire szeszélyeskedik mostanában Viski Anna, és mik képezik Bodó Előd életének metszetét? Sok minden mással együtt, perceken belül ez is kiderül. Sziasztok, és köszöntünk benneteket. Boldog új évet kívánunk! Sziasztok, boldog új évet! Boldog új évet nektek is! Hát elég sok minden történt veletek amúgy azóta, amit mondjuk elváltak az útjaink. Anna, te ugye két gyerekes édesanyja vagy, és szakmailag is ugye új feladatok elé nézel, itthon, külföldön is, úgyhogy megérted a nagyvilágot, és előtte hát polgármester lettél méghozzá Merzőpanitban, úgyhogy azért nem kicsi dolog. Meséljetek, hogyan telnek akkor a mindennapok? Mi váltotta fel a tévét az életetekben? Anna. Ez egy nagyon jó kérdés. Hát azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag a tévés karrierem után szinte egyből az anyaság kezdődött el, hiszen Olivia 2017-ben született meg az első kislányunk. És hát volt egy kis intermezzo, mert ugye, ahogy Tivadar, te is említetted, a kis karrieri lépés is volt a két gyerek között. Brüsszelben dolgoztam Sogó Csaba EP képviselő mellett, és nagyon színes volt így az élet, mert megszületett a kislányunk, és gyakorlatilag rá 6 hónapra már elkezdtem itthonról dolgozni, és mikor 1 éves volt, akkor kiköltöztünk egy ilyen másfél éves időszakra, és hát ugye ott volt a gyereknevelés, ott volt az, hogy egy új országba költöztünk, ott utazgattunk, ott ugye el kellett látni egy munkahelyi feladatokat napi szinten, és hát nagyon-nagyon-nagyon zsúfolt volt az élet, és a második kislányunk pedig 2 hónapos, tehát mondhatjuk azt, hogy azóta még inkább gazdagodott az életünk. Hát előd azt hiszem, hogy te sem unatkozol, van egy ilyen érzésem. Ne, egyáltalán nem. Hát az igazság, hogy az RDI TV-s időszak az mindig egy olyan időszak, amire úgy emlékszem jó magam is vissza, hogy nagyon-nagyon sok mindent hagytak megtanulni nekünk, és ebből nagyon sok mindent mai napig tudok használni, és nem csak a kapcsolatokat, amiket az ember ilyenkor kialakít, felépít, azt a hálót, hanem egy csomó olyan kommunikációs trükk, vagy egyszerűen alaptézis, amit érdemes is használni abban a munkakörben, amiben én is dolgozom. Ugye alapvetően minden olyan munka, ami közvetlenül hatással van a mindennapjainkra, mint állampolgárok, a kíváncsiság és a kitalációk, és minden forog az ember fejében, vajon mi van ott, és hogy az miért, és ugye ezeknek a döntéseknek, vagy ezeknek a miérteknek a megválaszolásában nagyon sok kommunikációs technikát érdemes mai napig használni. Igazából igen, a tévés karrierem éppen azért, vagy karrierem, hát a tévés életem itt azért ért véget akkor, mert ugye a közszereplői státusz, mondhatjuk úgy, hogy etikailag sem fér össze ezzel a munkával, bár szerintem simán működhet, vannak olyan polgármesterek, mondjuk Magyarországon, akik tévés műsorvezetők maradtak. De hát világos, hogy ez a kettő időben sem fér össze, tehát azért valamit az ember csinál, azt azért érdemes. Egy játékkal készültünk nektek is, és megpróbáljuk közösen feleleveníteni a múltat, olyan képkockákkal, amelyekben nyilván ti szerepeltek, vagy ti vagytok a főhősök, és én arra gondoltam, hogy kezdjük Annával. Anna ugye első körben a Trendelőt kezdte el vezetni Suba Zsuzsival, és aztán jött a Női Szeszély, amiben én úgy érzem, hogy sokkal inkább kiteljesedtél, tehát abban igazán megtaláltad a saját hangodat, úgyhogy akkor nézzük ezt a rövid összeállítást. Annával kezdünk. Köszöntöm Önöket a Női Szeszélyben. Köszöntöm a kedves nézőket a Női Szeszélyben. Ma főleg a Mesék Birodalmába kalandozom beszélgető partnereimmel. Köszöntöm a kedves nézőket a Női Szeszélyben. Úgy tűnik, hogy májusban is minket, nőket ünnepel a világ.
Köszöntöm a kedves nézőket a Női Szeszélyben. Lassan nincs olyan erdélyi magyar kiadó, aki ne tudná illusztrátorai között Jánosi Andrea grafikust. A képzőművész otthonában járó Női Szeszélystáb tapasztalta mindezt, és részesült a kezdetekig visszanyúló történetekből is. És ilyenkor sokan túlbuzgalmukban jó megpakolják alapozóval és púderrel, hogy eltakarják. Ezek a gyerekkori élményeken túl a szakmám is a meséhez kötött magyar tanárként. Február végén, március elején néhány határral arrébb a divatvilág fontos esemény sorára került sor. Nőiesség az eléggé látható volt így a kollekciókban. Persze voltak kivételek is, amik ilyen konceptuálisak. A konyhában a kis részletek is számítanak. Különösen igaz ez a fűszerezésre, hiszen néhány csipet is teljesen el tudja varázsolni az ételt. Kedves nézőink, eddig tartott a mai műsorunk, élvezzék a még napsütéses és elkirándulható napokat. Velem már csak a jövő héten találkoznak szombaton ugyanekkor, a viszontlátásra. Viszontlátásra. Na milyen volt visszanézni ezeket a képkockákat? Elsőre az jutott eszembe, hogy ezek mögött, a felkonfok mögött, vagy egyáltalán a műsorok mögött annyi munka van. És mikor visszanézegettem, mert voltak ilyen pillanatok, hogy néha visszanéztem egy-egy műsor, bár nekem nagyon nehéz, édesapám is ilyen egyébként, nagyon nehéz visszanézni, mert minden hibát így látok magam előtt, hogy nagyon sok munka van, sok-sok óra felvétel, és akkor abból látsz így egy mondatot, ami ugyan jól sikerült, de benned ott van az a sok-sok élmény. Meg hát én azt hiszem, hogy ebből a műsorból az is kiderült, hogy mennyire sokszínű volt a női szeszély. Tehát, hogy én ezt szerettem nagyon ebben a műsorban, hogy a különböző területeken megtaláltad saját magad is, illetve az alanyokat. És ez egy nagyon nagy feladat, azt hiszem, hétről hétre. Előd, neked is készültünk egy meglepetéssel, ugye Bodó Előd nagyon sokáig a Metszet házigazdája volt, de hát híradósként is, illetve volt egy műsor, ami nekem nem jut eszembe, de tudom, hogy a Metszet előtt volt egy ilyen kísérlet. Te még tudod, melyik az? Nem igazán, voltak külön műsorok, amik nem sorozatban készültek, és ott alkalmi. Jó, mert reméltem, hogy te erre emlékszel, mert én akkor még nem voltam a tévénél. De én azt mondom, hogy előjük le a poént, a Metszetes időszakra. Erre. Oké. Okay. Előbb szerintem nézzük meg a bejátszást. Úgy legyen. Köszöntöm Önöket, ez itt a Metszet. Izgalmaktól mentes volt az RMDS szövetségi képviselők tanácsának legutóbbi Marosvásárhelyi ülése. 25 évvel ezelőtt, 1990. február 10-én, másfél hónappal a rendszerváltás után 100 000 magyar vonult utcára Marosvásárhelyen. Köszöntöm Önöket, ez itt a Metszet. Tényleg az én álmom, én szeretném elérni, és ebben támogatnak a szüleim is. Háromszéken ugyanis a kormánybiztos sorozatos támadásokat indít a magyar közösség ellen. Az SKT-n felszólaló politikusok szerint hűnek kell maradni azokhoz az alapértékekhez, amelyeket 25 éve képvisel az RMDS. Nem jelenti azt, hogy nem fogják megszavazni azokat a törvénytervezeteket, amelyek az erdélyi magyar közösség javát szolgálják. Sok hibát követhet el egy politikus, egy politikai vezető. Én most csak kettőt említek. De én azt hiszem, hogy akkor a vásárhelyi magyarság és az RMDS jelesen vizsgázott. A fiatalok általános közhangulata nagy mértékben megváltozott 2008 őszéhez képest. Amint azt korábban is említettük, a fiatalok közel 40%-a kivándorolna. A 12. osztály elvégzésével sem engedik el a fiatalok kezét. Egy budapesti alapítvánnyal közösen támogatják a továbbtanulásukat. A kollégiumban nem csak a szállást és az ellátást biztosítják, hanem megpróbálják nevelni is a gyerekeket. Következő adásunkban tehát Kolozsvárra látogatunk. Addig is munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Néztük ezeket a képkockákat, és azt hiszem, hogy Elődnek nem volt könnyű dolga, hiszen a Metszet önmagában egy olyan műsor, ami komolyságot, illetve felkészültséget is feltételez, tehát, hogy itt azért nagyon kellett tudni, hogy mi történik. Nyilván ezek nem annyira vicces képkockák, de hogy azért is szerettünk volna minél több műsorból kiragadni egy-egy részletet, hogy érezzék, vagy újra találkozzak
találkozzanak a nézők ezzel a műsorral, illetve hát te magad is. Hogyan nézted ezeket a képkockákat, vagy mi jutott így közbe eszedbe? Hát a legelső gondolatom az volt, hogy mondjuk akár az Anna műsorával összehasonlítva jelentősen egyszerűbb volt a felkészülés, a smink és a hajviselet meg a ruha tekintetében, mint mondjuk a hölgy műsorvezetőknek egy nagyon leegyszerűsített, letisztított ing és egy haj. Ugye? Igen. Egyrészt, másrészt pedig ugye a témák valóban eléggé, hát mondjuk ki néha szárazak, és pedig igazából a riportok, amiket nem én készítettem el, vagy némelyet igen, de legtöbbet kollégák dolgoztak be, külsősök is és helyiek is, akiknek innen is köszönöm, mert ettől lett színesebb a műsor, de hogy igazából mindegyik ilyen téma próbálta feldolgozni azt az egyszerű, nem tudom, rövid, egysoros hírt, amit itt-ott akár a nyugdíj, csökkenés, emelés, oktatási kérdések, tehát olyan valami, amit érzünk nap, mint nap, de hogy ez mit jelent, és hogy ezt hogyan értsük, és hogy ezzel mit tudjunk kezdeni, ez nehéz volt, és ezért is volt az kihívás, hogy azokat a témákat, amiket mi fontosnak gondolunk, abban a néhány percben úgy próbáljuk meg tálalni, hogy amikor a néző átnéz, azt mondja, igen, ez valóban száraz, de azért én ezt értem. A gyerekem miatt, a nagymamám miatt, magam miatt, a munkahelyem miatt, igen, ezt jó tudni, hogy akkor ebbe az irányba mozdulunk el. Na most ugrik a hal a vízbe, hogy mire is emlékeztek valójában a műsorokkal kapcsolatosan, illetve megpróbálunk különböző évszámokra is rákérdezni, ugyanis egy játékot próbára teszünk benneteket. Elmondjuk gyorsan a játékszabályokat, lehet segítséget kérni tőlünk, egymástól, illetve passzolni, ami azt jelenti, hogy egy büntetés jár, hogyha nem tudjátok a helyes választ. Nem kell nagy dolgokra gondolni, de valami frappánsat biztosan kitalálunk. Abszolút. Készen álltok-e? Nincs más választásotok. Anna, veled kezdjük akkor. Nézzük én is az évszámokban nagyon rossz vagyok. Az első az nem az lesz, úgyhogy nézem, hogy hát van 1, 2, 3, 5 kérdés van csak évszámmal, úgyhogy nem csak vicceltem. Mind nem. Ugye az az jó. Bemelegítő kérdés jó, következik. Igen. Mi előd végzettsége? A. Programozó matematikus, B. Kommunikáció és közkapcsolatokért felelős szakember, vagy C. lelkész. Nem lelkész, az biztos, hogy okay, nem. Nem érzed teológiát? Biztos? Nem, biztos, nem. Hogy kizártuk, nem. És eddig jó irányba haladsz, úgy látom. De szerintem programozó. Előtt? De a kommunikáció is nagyon... Hetek. Biztathatod, a jó irányba halad, de... Annyit tudok mondani, hogy a háromból a C valóban nem. Igen. És az A az igaz. Az igaz. Akkor jól válaszoltam. De jártál a kommunikációra is. De lehet két válasz egyszerre. Igen, és lehet, hogy mindegyik helytelen. Tehát mindegyik helytelen. Milyen becsapósak vagyunk, csavarosak. De ezt elfogadjuk, ugye ez jó válasz volt. Akkor nincs büntetés. Csak az első kérdés, csak szó. Jó. Előtt, hol született Anna? A. Marosvásárhely, B. Margita, C. Kolozsvár. Kolozsvár. Margita. Igen. Igen, és aztán onnan, ugye? Hány éves voltál te, amikor Kolozsvára költöztetek? Én 2 éves voltam, de valójában mi sosem éltünk Margitán, hanem nekem a nagyszüleim, most már csak nagymamám él ott, és akkor édesanyám oda ment, mert a nagyszüleim kórházba dolgoztak, és ott tudott ott engem megszületni. Én Kolozsvára ismertem meg őt. Amúgy ez egy becsapós kérdés volt, mert én magam is úgy tudtam, hogy Kolozsváron születtél, és akkor kicsit jobban utána néztem ennek az ügynek, és akkor kiderült, hogy Margita. Elfeszültünk ezzel, nézzük tovább. Jó, menjünk tovább. Szerinted tud-e előtt főzni? A. Csak rántottát, de azt is ritkán, és az is ritkán sikerül. B. Nagy szakács, vagy C. Soha nem készített semmit sem, a konyha réme. Fú. Tehát itt egymásról szólnak ezek a kérdések. Az első fejezetben igen. Aha. Lesznek még más jellegűek is. Szerintem nem a konyha réme, azt nem tudom elképzelni, hogy te a konyha réme volt. Jó, akkor maradt a csak rántotta, vagy a nagy szakás opció. De ez jól kihúztam ezt az ebben első. Igazából előtt tud neked segíteni, a boldogat van. Valóban nem igaz. Nem vagy a konyha réme. Jó, akkor maradt két választás. De nem vagy egy nagy szakács se, szerintem. Vagy egy pudingot esetleg, egy rizset. Plusz. Előtt. C++. Hát, hogyha nagyon, hogy mondjam, tehát nagyon igazat akarunk mondani, akkor az A, ha a konyhát tekintjük, akkor az A az igaz, viszont én a konyhán kívül nagyon szeretek. És kogyfasztasz?
Igen, tehát minden, ami akár füstös tűzön sül fő, azt egészen profi meg tud csinálni. Hát ezt egy polgármesternek kell tudni a bográcsok megkapni. Akkor elfogadjuk az A és a B választ is valamennyire, bár a kettő kicsit kizárja egymást, de maradjuk egyébként a nagy szakács, aki szívesen elkészíti rántottát is akár. Akkor még nem büntettek meg, ez egy nagyon jó hír. Pedig jól csináljuk. Előd. Szerinted milyen italt fogyaszt el szívesen, Anna? Ezt még én sem tudom. Soha nem iszik. B. Orosz vodkát, vagy C. Fehér szárazbort. De esetleg adhatsz egy D-t is, hogyha nincs. Mert mi sem tudjuk. D. Viszki. D. Viszki. Na, de maradjunk akkor ennél a háromnál. Szerinted? Ez semmiképpen, tehát az át kizárom. Jó. Tehát, hogy soha nem iszik, akkor az ki van zárva. Anna? Ez így igaz. Azért iszom. Azt gondolom, hogy a vodkát azt nagyon ritkán innál. Hogyha a háromból kell választani, akkor inkább a száraz fehérborra. Ez egy jó válasz előtt. Jó, elfogadjuk. Bravo, szerintem szuper. Én annát különben egy boros személynek képzelem el. Tehát ha csak kell inni, akkor inkább akkor a bort választ. És nincs viszki. Jó, sajnálom, legközelebb a D-válasz is bekerül. Jó, lépjünk tovább. Anna, miért vállalta szerinted előd a polgármesteri tisztséget 2016-ban? A. Mert meguntam műsorvezetői teendőit az ETV-nél. B. Mert megúhatatlan. Politikai ambíciói voltak, és egy régi álma válhatott valóra. Vagy C. Mert a szülei, a családja kényszerítette őt erre. Hát B. Mert politikai ambíciói voltak, és egy régi álma válhatott valóra. Nem akartad itt hagyni szerinted az ETV-t? Szerintem megunta a meccetet, nem ez volt? De én emlékszem amúgy, hogy egyszer megsuktad nekem egy karácsonyi összejövetelen, hogy téged megkértek erre a küldetésre, és én akkor azt gondoltam, hogy ez egy nagyon jó ötlet. Előtt elfogadjuk a választ? Igen, elfogadjuk a választ. Elfogadjuk, jó. Okay. Akkor lépjünk is tovább, és előtt kérdése jön. Miért vállalta egykoron a műsorvezetői szerepet Viski Anna? A. Mert meggyőzte a környezete róla, B. Mert nagyon sok új ruhája volt, és szerette volna megmutatni a nézőknek, és C. Mert úgy érezte, hogy egy új kihívás lehet ez számára. Hát Annát ismerve a kihívásokat szereti, ezért leginkább a C az igaz, azt gondolom, de az A-ban is van némi igazság. És a B-ben nincs. De szerintem a B-ben is van. A B-t azt láthatjuk. A B-t azt láthatjuk a bejátszásokból. Tehát ez színes volt a felhozatal ebből. Lehet, hogy mint három, nem egy picit. Tehát olyan jó volt ebben kiteljesedni. Jó, elfogadjuk. Előtt ez egy jó válasz volt. Megyünk tovább. Megyünk tovább. És hát most nézzük meg, hogy mennyire ismeritek ugye az éveknek a néhány érdekesebb eseményeit, és hát mi is lenne erre a legalkalmasabb, mondjuk inspirációs forrás, mint a Rekordok könyve. 2014-ben vagyunk. Bekerült a Guinness Rekordok könyvébe Julia Plecher, mint a leggyorsabban futó nő a világon. De nem akármilyen cipőben. Miben futott a hölgy? Magas sarkúban. Ez az, szuper válasz. Bravo. És azt és meg hozzáteszem, hogy 14,531 másodperc alatt futotta le a 100 métert. Nagyon kemény, magas sarkúban. Anna nagyon ügyes volt, így vette az első akadályt. Nagyon jön a következő kérdés elődnek. Egy nagyon közeli székelyföldi település is bekerült 2015-ben a Guinness Rekordok könyvében. Melyik településről van szó, és mivel hívták fel magukra a figyelmet? És annyit elárulunk, hogy gasztronómiai kérdés. És így már valószínű egy kicsit egyszerűbb. Székelyföldi település, gasztronómia, Guinness rekordok. Hirtelen az elején arra hatalmas nagy hóemberre gondoltam, amit építettünk, de az nem lett Guinness. És nem is gasztronómia. És nem is gasztronómia, mert nem finom a hóember. Attól függ. Most vagy töltött káposzta, mert valamire emlékszem, hogy lett egy nagy. Aha. Hol készült ez a töltött káposzta előd? Van fesztivál is. Igen. Nem tudom megmondani a település nevét, de nagyon finom. Ennyi. Voltunk Parajdon, és egyik hétvégén töltött káposztát. A Parajdia közel 20 méteres töltött káposztát készítettek, a 20. Parajdi töltött káposzta fesztiválon, és az olyan jól sikerült, hogy jutalmazták is őket. De mivel ketten így kibogoztátok a választ, ezért elfogadjuk. Csak egy helytelen válaszom. Mindkettőtök részéről. Adnátok egymásnak egy-egy büntetést, vagy elsiklunk-e felett? Úgy látom, hogy ezt nagyon stílusosan megoldották a műsorvezető kollégáink. Szoktatok-e újévi fogadalmakat tenni? Én nem szoktam kimondottan fogadalmakat tenni, azt viszont igen, mindig szeretem évvégén mérlegelni egy picit az adott esztendőt.
átgondolni mindenféle szempontból, és ezt lehetőleg csendesen, vagy csak nagyon közeliek társaságában, vagy lehetőleg néhány órát azért magammal töltök el. És hát ugye a mérlegelésen túl azt is megnézni, hogy mi az, ami a következő évre akár erőt ad ebből az évből, vagy jó lenne kijavítani, vagy másként csinálni. Anna, nálad? Én sem fogadalmat tettem, hanem pontosan egy hasonló választ adnék, mint előd, mert én is picit próbáltam összegezni a múlt évet, meg mi vár ránk a következő évben, és azt fogalmaztam meg magamnak, hát egy kicsit anyai szerepből adódó elemzése az időnek, hogy gyakorlatilag az összes női ismerősöm, akinek nem lehetett valamilyen okból kifolyólag gyereke, most babát vár. Úgyhogy ez egy annyira fantasztikus dolog, vagy hír, vagy összegzés így 2020-as évre, hogy ez engem nagyon boldoggá tesz. Nagyon együtt érzek valamiért ezekkel a nőkkel. Hát akkor én javasolom, hogy ragadjuk meg poharainkat, és búcsúzzunk el a 2019-es esztendőtől. És köszöntsük a 2020-as évet, és nagyon-nagyon boldogak vagyunk, hogy itt voltatok velünk, és hogy közösen indítottuk ezt az évet, és hasonló szépeket és jókat kívánunk nektek is, illetve a kedves tévénézőknek is, és én remélem, hogy bár nem a tévéképernyőkön, de azért tartjuk a kapcsolatot, és valamivel megleptek úgy bennünket, akár közéleti szinten, akár ki tudja még Anna is milyen vállalkozásokban. Egy harmadik gyerek. Úgy visszavárunk ideket. Így van, így van, és boldog új évet. Köszönjük a meghívást. Köszönjük a meghívást. Boldog új évet. Boldog új évet. Boldog új évet.